Kikötötte biztonsági jövét a jármű sofőrje, miután kiintették a rendőrök a forgalomból Nyíregyházán, a Család utcán. Ő ennek köszönhetően nem kapott büntetést az ellenőrzés után. Számos helyen razziáztak az elmúlt napokban a rendőrök az utakon, a fokozott ellenőrzésekre pedig egészen vasárnapig számítaniuk kell a járművezetőknek. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság a Nemzetközi Roadpol akcióhoz csatlakozva ezen a héten a biztonsági öv használatát figyeli hangsúlyozottan. Ezen a héten a Vármegyei Rendőrfőkapitányság állománya roadpol ellenőrzést hajt végre 13-ától 19-ig. Itt a biztonsági öv használatának az ellenőrzése zajlik most is éppen. Gyakorlatilag erre terjedt ki 5 napon keresztül 8 kapitánysági helyszínen, illetve azok helyszíneken belül 4-4 plusz helyszínt választanak a helyi szervek, illetve a Megyei Rendőrfőkapitányságnak a 2 alosztálya is külön hajtja ezt az ellenőrzést és sorozatot végre. A KRESZ szerint a biztonsági öv használata mind a járművezető, mind utasai számára kötelező, de szigorú szabályok vonatkoznak a gyermekbiztonsági rendszer használatára is. A hét eddigi ellenőrzései azt mutatják, hogy főként lakott területen belül sokan az öv bekapcsolása nélkül vezetnek. Azt tapasztaljuk itt az elmúlt 3 nap távlatában gyakorlatilag, hogy nem feltétlenül tartják be az állampolgárok a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat. 95%-ában a lakott területen belül nem tartják be, az ellenőrzések ezt mutatják, illetve a gyermekbiztonsági rendszert sem használják még továbbra sem az állampolgárok. 2 esetben intézkedtek a kollégáink a gyerekeiknek a biztonsági érdekében, hogy elmulasztották a biztonsági gyerekülés használatát. A rendőrség a szabálytalanul közlekedőket közigazgatási bírsággal sújtja. A büntetés összegét 30 napig kell megfizetnie a biztonsági öv nélkül vezető sofőrnek, vagy az öv használatát mellőző utasoknak.